A mese jelentősége óriási a gyermekek fejlődése szempontjából. A jó mese mozgásba hozza a gyermek képzeletét, fantáziáját, illetve nem csak szórakoztat, hanem az életről is tanít, és egyben olvasó emberré is nevel. A mese érthetővé teszi számunkra a világ működését, és jelentős szerepük van a gyerekek értelmi és érzelmi fejlődésében is. A mesékről szólt a Madarász Imre Egyesített Óvoda Mesevarázs munkaközössége által szervezett túl az Operencián című interaktív délelőtt is. Egy mesét fogunk földolgozni, de a mesék földolgozását úgy tesszük interaktívá, hogy a gyermekek részt vehetnek a mesében, megszólítjuk őket, illetve olyan tevékenységeket ajánlunk a számukra, amit az óvodai mindennapi életben meg kipróbálhatnak. Helyet adunk a képalkotásnak, a kézi munkai lehetőségeknek, illetve a mozgásos tevékenységeknek, néptáncosoknak. Horvátné Balogh Barbara hozzátette, hogy a munkaközösségük tagjai mind nagyon aktívak, együttműködőek, és nagyon szerencsésnek érezheti magát, hogy egy ilyen közösséggel dolgozhat együtt a gyermekekért, a gyermekek öröméért. Az eseményen a mese, a Falánk Tyúkocskáról című mesét adták elő a gyerekeknek. A mai mesénk, a választott mesénk kapcsolódik az állatmesékhez, mivel az óvodáskorú gyermekek személyiségéhez kapcsolódik, és nagyon szeretik a gyermekek az állatmeséket, jól értelmezhető, és tavaszi évszakhoz is kapcsolódik, illetve mi a mese tartalmát úgy gazdagítottuk, hogy egy olyan közösséget alkotnak majd az résztvevő állatok, ahol a gyermekek barátságok megjelennek, a segítségadás és az együttműködés és a közös öröm. Andor macska, merre vagy? Add ide! Nem adok, megeszed. De most meg ígére, mert tudom nagyon jól, hogy az... Ígére! Szóval megtanultam! És most betartom, mert megtanultam! A gyermekek is a mese kapcsolatának fontosságát senki nem kérdőjelezi meg. A szülők és az óvoda pedagógusok egyértelműen tudják, hogy a gyermekeknek szüksége és igénye van a mesére. Akkor tudjátok, mi legyünk barátok. Jó. És köszöntjük együtt. Hát, hogyha még ez a gyönyörű nap is felfog. És megeszed az egész kalácsot egyedül? Hát ez olyan nagy kalács, hogyha ilyen kedvesek voltatok, adjak nekik is gyereket. Igen! A mesét hallgató gyermekeknek a belső képi világának az alakulása egy nagyon fontos tényező, ugyanis olyan érzelmi világban csöppennek, és olyan üzeneteket kaphatnak a mese által, ami egy élethelyzet megoldásához akár segítséget is nyújthat. Gazdagodnak az érzelmi világuk, probléma megoldási képességük és az empatikus készségük is remekül fejlődik egy mese által. Az interaktív mesés délelőttön minden gyermek jól szórakozott és felejthetetlen élményekkel gazdagodott.